Kezdődik a következő óra. Frissességről ilyenkor már nem lehet szó, de akaraterőről, kitartásról és küzdésről igen. A 19. óránál tartanak a versenyzők a komlói fitness maratonon. Fegyverneki Zsolt Pécsről érkezett. Személyi edzőként és versenyzőként naponta hosszú órákat tölt az edzőteremben, de a maraton azért neki is kihívást jelent. Mindjárt lesz szünet, ez reggel nekem eléggé furcsa volt, hogy hajnalodik, de én még mindig a teremben vagyok, este 7 órakor kezdtük el, és az a szabály, hogy 55 percig folyamatosan mozogni kell, tehát most ha csak elsétálok az egyik géptől a másikig, akkor az is mozgásnak számít. Úgy mondta a szervező, a Zoltán, hogy permanensen kell mozogni, és egészen este 9-ig kell ezt vinni, mert bruttó 26 órát kell végigvinnünk, mert 55 percenként van 5 perc szünetünk, amikor tudunk enni 2 falatot, és el tudunk menni mosdóba, és akkor ezeket az 5 perc szüneteket valahol be kell kompenzálni. Én csak kosarazni voltam 24 órát, de ez horror. Nagyon izgalmas, nagyon élvezetes, hogy így ennyit lehet edzeni, de azért a sokadik óra után már kikezdi az embernek a szervezetét. Én nem jöttem ide különösebb stratégiával, egy dolog biztos, hogy lábra nem akartam edzeni, mert én vasárnap szeretnék rendesen guggolni, de hát ennek már annyi, mert éjfél magasságában azért csináltam pár guggolást, mert már nem volt jobb ötletem, hogy mit csináljak. A résztvevőket folyamatosan figyelte és buzdította a szakemberekből álló gárda, akik ekkor már ugyancsak 19. órája voltak a teremben. Senki nem gondolta volna, hogy ennyire kitartóak a versenyzők és ilyen fegyelmezettek. Igazából senkire nem kellett egyetlen egyszer se rászólni, mindenki csinálja szabályosan a maga dolgát. Járkálunk, nézegetjük, aki egy kicsit bebóbiskol, annak segítünk, szólunk, hogy picit figyeljen oda, álljon föl, váltson eszközt, úgyhogy igazániból egy ilyen együttműködés zajlik itt a versenyzők és közöttünk. Én testépítő versenyző voltam 9 évig, úgyhogy nekem az volt a maraton, én nekem még azt sem tudom elképzelni, hogy tudom én végigcsinálni velük. Ezt a maradék 8,5 órát nem, még ilyet nem csináltam, és nincs is szándékomban. A fitness maratonra külföldről is érkeztek versenyzők, de a magyarok bizonyultak a legkitartóbbnak. Ez a harmadik nemzetközi maraton, fitness maraton, ez a Pongo Gymnek az önálló ötlete, ez úgymond önálló találmány, ezt évek óta csináljuk, és már hagyományként működik Komlóvárosában. Az első fitness maratonon 18-an vettünk részt, a második fitness maratonon gyakorlatilag 600 ember vett részt, Európa szerte, Teneriffén dolgoztak külön-külön, de ez nem a korona időszakban volt, hanem előtte, Egyesült Államokba, Brazíliába, és 600 emberből 3 ember csinálta meg, és 3 férfi. Hölgy majdnem megcsinálta egy. A maraton egész ideje alatt egy komoly stáb segítette a versenyzőket. Pongo meghívott minket, hogy támogassuk a sportolókat, akik kezdenek elfáradni, elmocskásodni, ugranak össze az izmok, akkor azokat egy kicsit rehabilitáljuk, felfrissítsük, hoztunk bemelegítőkrémeket, masszázspisztolyt, és ezzel át tudjuk dolgozni a letapadt izmokat. Mobil lett a standunk, tudnak, ugye mozgásban kell legyenek folyamatosan, és nekünk ehhez alkalmazkodni kell. És igazából, hogyha futópadon dolgoznak, akkor megmasszírozzuk a vállukat, hogyha esetleg ide felülnek közben, csinálják a workoutot, akkor meg tudjuk masszírozni a combjaikat, hátukat, ugye a hát az nagyon gyorsan fárad, és igazából ezeket a tartóizmokat érdemes nagyon masszírozni. Mert nekem volt 4 óra alvásom, Sopronba utaztam le, és hosszú volt az út, elfáradtam, 2-kor elmentem, és 8 után 9 kor jöttem vissza. A fitness maratont figyelemmel kísérte Arnold Schwarzenegger is, akit Szedlacskó Ádám tájékoztatott folyamatosan a verseny állásáról. Szedlacskó Ádám 2010-ben nyitotta meg saját edzőtermét Budapesten, és abban a megtiszteltetésben lehetett része, hogy nem csak találkozhatott gyerekkori példaképével, de szoros barátságot is kötött vele. Vannak külön bírák, akik egész végig fönt vannak, mint a versenyzők, azt én nem vállaltam, de itt vagyunk és folyamatosan drukkolunk, segítjük a versenyzőket. Szerintem bármi, ami sporttal kapcsolatos, hasznos és jó. És legyen egy ilyen nagyon nagy kihívás is, hogy 24 órán keresztül edzünk, de bármi, ami a sporttal kapcsolatos, az csak jó lehet. Napi kapcsolatban vagyunk, és mondtam neki, hogy lejövök egy magyarországi városba, ahol egy ilyen megmérettetés lesz, és majd figyelemmel kíséri ő is, mert küldtem, hát
képet róla, meg tájékoztatom, hányodik órába tartanak a versenyzők. A harmadik fitnessmaratont 12-en teljesítették, ami ebben a kategóriában világrekordot jelent.